Több mint 12 méter magasra csaptak fel a lángok Bátaszéken az elmúlt héten, amikor kigyulladt egy mezőgazdasági telephely egyik tárolója. Az 1000 négyzetméteres faszerkezetű építményben közel 500 körbálát raktároztak, mely ismeretlen okok miatt szerda éjjel kigyulladt. A bátaszéki hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a szekszárdi lánglovagok is nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és megakadályozták a tároló teljes megsemmisülését. A legfontosabb volt, hogy minél hamarabb körülhatároljuk ezt a tüzet, hiszen itt azért elektromos vezetékek találhatók, illetve egy siló, ami tele van még, ha jól tudom, gabonával, illetve az épület hátsó részén egy szintén deszkából készült mezőgazdasági épület van, és ezeket természetesen meg kell akadályoznunk, hogy a tűz tovább terjedjen. A körbálák és az építmény felét megmentették, a lángokat közel 16 óra alatt, másnap délután 3 órára tudták teljesen megfékezni. Bóta Gyula, a bátaszéki tűzoltó parancsnokság vezetője hozzátette, az ilyen jellegű tűzeseteket sok esetben a magas nedvességtartalom és a kánikula következtében kialakuló öngyulladás okozza, ugyanis a széna vagy szalma bálákban élősködő mikroorganizmusok hőt termelnek, a nedvesség hatására pedig elszaporodnak. Így egyre többen, egyre nagyobb hőmérsékletet generálnak a bálák belsejében, ami egy idő után az öngyulladáshoz vezet. Én azt javasolnám mindenkinek, aki esetleg bálát raktároz, hogy a megfelelő szellőztetésre mindenképpen figyeljünk oda, illetve folyamatosan mérjük ezeknek a bálátnak a hőmérsékletét, és hogyha 40-45 Celsius fok fölé kúszna ez a hőmérséklet, akkor viszont gondolni kell arra, hogy egy kicsikét szét kell rakni a bálákat. Bár a következő napokban enyhül az időjárás, azért érdemes szem előtt tartani ezeket az intelmeket, és megelőzni a bajt.